2020-ban lépett a nyilvánosság elé a polgári válaszmozgalom, amely bírósági bejegyzése után már pártként működik. Pencsik János pártelnök szerint a kormánypárt megtagadta a polgári értékeket, az ellenzéknek pedig eszeágában sem volt azonosulni azokkal. Az új párt azonban az ellenzéki előválasztásban nem vesz részt. Az előválasztás önmagában egy nagyon jó eszköz lett volna, lehetett volna az ellenzék számára, arra, hogy a legkiválóbb, legesélyesebb jelöltjeit megtalálja, de nem ez történt sajnos. Az történt, hogy a hat párt arra használta fel az ele a előválasztást, hogy egyes szimpatizánsait feltüzeljen, másokat viszont elriasztott. A mai nappal öt fővel megalakult a pártszolnoki szervezete is, annak a Csikós Attilának az elnökletével, aki 2018-ban a Jobbik színeiben országgyűlési képviselőjelöltként indult. Bencsik János szerint alternatívát kínálnak annak a több százezer szavazónak, aki élne választójogával, de sem a mostani kormánypártot, sem pedig az Egyesülő ellenzéket nem akarja támogatni.